Kedves professzorasszony, kedves Emőke! A Magyar Pszichiátriai Társaság nevében ezúton köszöntelek, és köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémián tiszteletedre megjelent valamennyi tudóstársat, kollégát és barátot. Nemzetközi kötelezettségeim miatt sajnos személyesen nem tudok részt venni a lélektan, a klinikai pszichológia ünnepén, így videóüzenettel köszöntelek. A Magyar Pszichiátriai Társaság egyik emblematikus, a lelki egészség, a pszichiátria és a pszichoterápia integratív egységét megvalósító személyisége vagy. Már az eddigi páratlan munkásságoddal is kifejezésre juttattad a lélek határtalan képességét, az imagináció, a képzelet, a verbális és a nonverbális szimbólumok mérhetetlen erejét. A retorika nagyasszonyaként, de nem feministaként, hanem nőként, képviseled és képviselted az érintés lélektanától kezdődően, a párkapcsolati dinamikán át, egészen a pszichofitnessig bezárólag, a modern lélektan szinte teljes spektrumát. Mindenről a társaságunk által is rendezett tudományos ülésen szó lesz. Engedd meg, hogy egy személyes emlékkel is köszöntselek. 1980-ban első munkahelyemen, Füredi János által vezetett osztályon Ajkai Klára és Pál Mária pszichológusok voltak kollégáim, munkatársaim. Pál Mari emlékét is idézve, először őtőlük hallottam felőled, és az ő beszámolójuk alapján választottam tulajdonképpen azt a lehetőséget, hogy megismerjelek egy pszichoterápiás hétvégén, és a te segítségeddel is ismerkedtem meg a pszichoterápia rejtelmeivel, a szimbólumterápia és a relaxáció rejtelmeivel, és saját élményen keresztül is, bár erről nem biztos, hogy tudsz, nagyon nagy mértékben hozzájárultál ahhoz, hogy én magam is e pályát válasszam, a modern pszichiátriával, a pszichoterápiával, a családdinamikával és így tovább a széles spektrummal foglalkozzak. Kívánom neked, hogy ahogy ezt a mai tudományos alkalom is bizonyítja, hogy a jövőben ugyanolyan energiával és élettel teli optimizmussal folytasd pályádat, alkoss, és ehhez azt gondolom, ahogy ez a mai rendezvény is hozzájárul, családod segítségével, akik egyben a jövőt is képviselik, folytasd munkádat. A Magyar Pszichiátriai Társaság nevében ezúton kívánok még egyszer nagyon boldog további életet, és azokat a kapcsolatokat és mérhetetlen nagy tudást, amelyet te rendelkezel, kívánom, hogy fel tud használni további sikeres életedben. A Magyar Pszichiátriai Társaság nevében Kurimai Tamás elnök köszöntöttelek.